Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ma az Ultrahang stúdiójában egy különleges vendéget üdvözölhetek. Először van nálunk Bajer Zsolt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad. Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat. Izgalmas időkben élünk most? Igen, izgalmas időkben élünk, ami sajnos összekötődik az én fejemben a kínai játokkal. Élj meg izgalmas időket, hát nekünk sikerült. Mert hogy itt egy legenda, ő velünk szemben harcoltak a rendszerváltás alatt, aztán utána, tehát hogy sok minden történt az elmúlt évtizedekben, és akkor azt gondolhatnak, hogy most már nagyon jó lét, meg van egyfajta biztonság, és akkor már nem lesz rosszabb, meg hogy az ember élete olyan, hogy mindig egyre jobb lesz. Nem tudom, hogy az ön életében így volt-e például, hogy mindig egyre jobb lett, így akár a személyes életében, akár a világkorszakban, de hogy látja ezeket a mostani időket? Hát mindenképpen kétféleképpen látom. Ugyanis, hogyha nem vagyunk restek, nem kell sokat, egy 100 évet visszamenni az időbe, 120-ot. Elég a saját családunk. Mondjuk az én generációmnak a nagyapjáig visszamenni, mondjuk az ön generációjának a déd nagyapjáig visszamenni. És hogyha röviden végig gondolja, hogy mondjuk az a ember, az az egyszeri magyar, aki vegyük a rendszerváltás, a 20. század hajnalát, mondjuk pont 1900-ban született. Az az ember 14 évesen elüti az első világháború. Megígérik neki, hogy mire lehullanak a levelek, az apja hazajön a frontról. Ehhez képest jó eséllyel 18 évesen még őt is elviszik az isonzóhoz. Túléli, hazajön. 21 néhány éves fejjel családot alapít, gyerekeket válva. Nem egyet, nem kettőt, inkább hármat, négyet. Javakorabeli férfi, 38 évesen elüti a második világháború. Elviszik a dolganyarhoz. Azt is túléli. Hazajön. Neki áll fölépíteni a semmiből ezt az országot. Elüti a kommunizmus. Ha volt 10 hold földje, akkor kulák listára teszik, és elveszik mindenét. Jó eséllyel fél holtra verik az Andrássy út 60-ba. Végig harcolja, vagy legalább végig éljenzi 56-ot. Aztán megint fölépíti ezt az országot a semmiből. Aztán mondjuk 77-80 éves korában meghal. Én a nagypapámról beszélek. Az ő gyerekei, az én apám, egy pincébe tölti a csecsemő meg a kisgyerekkorát bombázásokban. Éhezik. 16 évesen 56-ot végig éljenzi. Felépíti az országot. Tudja, miért kell rettegni a fekete autótól. Jövök én. 63-ban megszületek. Én már ebben a nyúlós, ragadós Kádár korszakban. Mi már nem nagyon félünk semmitől. Azt tanuljuk meg, hogy amit otthon elhangzik, annak a homlok egyenest az ellenkezőjét kell mondani az ajtón kívül. Aztán rendszert váltunk. Most élünk a mában. És vannak a mi gyerekeink, akik pedig, persze nem mindenki, de hát egy ilyen korosztályi tünetként élnek ebben a mai világban, és nagyon rosszul érzik magukat, mert diktatúra van, mert minden rossz, mert semmit se lehet. Akkor próbálják végigélni a déd nagyapjuk életét. Igen, van egy másik mondás, aminek a beteljesülése ma zajlik. Az erős ember, a nehéz idők erős embereket teremnek. Az erős emberek könnyű időket hoznak, könnyű idők gyenge embereket teremnek, és a gyenge emberek nehéz időket hoznak. Ezt éljük ma. Ha perspektívában nézem, akkor mi bajom is van nekem? Meg mi baja van a mi gyerekeinknek? Pont semmi. Ha meg a világot nézem, ami minket körülvesz, és összehasonlítom mondjuk a rendszerváltáskori illúzióinkkal, legyen szó a nyugatról, a liberális demokráciáról, a kapitalizmus nagyszerűségéről, hát akkor viszont azt kell mondjam, hogy az illúzióvesztések korszakában élünk,
az meg nem túl jó. Akkor beszéljünk így az illúzió vesztések korszakáról, mert ugye én sokszor beszélgetek így az előttünk lévő generációkkal, az úttörő generációval, akik tényleg rendszert váltottak, hittek valamiben, és aztán most nagyon sokaknál, mintha látni lehetne egyfajta ilyen kiózanodást vagy apátiát, hogy hát azért nem feltétlenül úgy sikerült, meg ez is tele van kompromisszumokkal, meg nem, meg a nagy, a világpolitikai nagy együttállások mégiscsak úgy alakultak, hogy megint csak nem sikerült, és van egyfajta ilyen lemondás akár még nemzeti oldalon, és ön ezt minek tulajdonítja? Igen, nem így képzeltük. Tényleg nem? Hogy képzelték? Nem így képzeltem. Én nem így képzeltem a rendet. Én azt hittem a 80-as évek végén, hogy lehet, hogy azt hittem, amit fújjam. Tényleg? Történelemnek vége van. Szovjetunió. Oda van, kommunizmus megbukott, liberális demokrácia, tőkés világgazdaság, szabad verseny, lehúltak a korlátok, mostantól itt a kánaán. És szeretném hangsúlyozni, hogy az illúzióvesztés az, legalábbis az én, most nyilván mindenki a személyes életéről tud beszélni, az én számomra az illúzióvesztés legszörnyűbb része, vagy talán egyetlen része, hogy mivé lett a nyugat. Nekem ez nem fér a fejembe. Nem értem, mikor és hol lett mindazon értékekből, amiben mi valaha hittünk, és azt gondoltuk, hogy a nyugat is ebben hisz, sőt, állítom, a nyugat is ebben hitt. Mikor lett abból az, ami ma van? És mikor kérdezte meg bárki egyébként mondjuk a nyugati társadalmakat? Egy nemzeti konzultáció keretében, vagy egy népszavazás keretében, vagy akárhogy. Vagy egyébként fele barátaim, ti ezt szeretnétek? Hogy mostantól eltöröljük a nemzetállamokat. Az Európai Unió erős nemzetállamainak szövetsége helyett csinálunk valamilyen agyament, igazából nem is létező valami birodalom félét. Mikor kérdezték meg az embereket, hogy mostantól Isten haza család az egy nem létező dolog? Mert hogy micsoda atavisztikus idejét mut marhaság ez itt. Ki gondolkodik ma már nemzetbe? Ki gondolkodik, kinek van ma vallása? Ugyan kérem, hagyjuk már ezt a fenébe. Mert nézzük meg, hova jutott az európai kereszténység. Ki kérdezte meg az embereket arról, hogy mostantól, tudom, hogy sarkítok, de ugyanakkor meg még csak nem is. Tehát ki, amikor Brüsszel rendeletet hoz arról, vagy határozatba foglalja, hogy a férfiak is szülhetnek. Hát ez 30 évvel ezelőtt történik, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez valami kandikamerás felvétel. A Monty Python lejött a vászonról, amire a 70-es években, meg a 80-as években betegre röhögtük magunkat. Az angol abszurd humor csúcsa, az lett már a rög valóság. Hát ki mond, ki és mikor döntötte ezt el? És miért kell ennek így lennie? Én nem így képzeltem a 80-as években az életet. Ugye azért is érdekes, mert kortársa, harcostársa Orbán Viktornak, aki most Magyarország miniszterelnök, és ő azért mindig harcos volt. Meg ön is harcos volt, csak ön mondjuk tollal harcolt. És én azt gondoltam, hogy a harcos béke időben készül a háborúban, és sokszor még talán túlzásnak is tartották ezt az állandó háborús retorikát. Most meg, ha megnézzük, amilyen világban élünk, hát lehet, hogy nem is volt annyira túlzás, de önök így látták előre? Tehát például miközben ön azért publicisztikákat írt az elmúlt évtizedekben, látta, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok? Vagy lehetett ebből bármit érezni? Vagy ez abszolút felülmúlt az ön várakozásait is? Azt azért viszonylag korán érzékeltem, vagy érzékeltük, hogy ez nem egészen a felé halad, mint amiben mi gondolkodtunk itt az egykor volt berlini fal rosszabbik oldalán is örögve. De hogy ezt ad abszurdumig el fogják vinni, és hogy tényleg egy Ionescu dráma lesz az élet, ezt szerintem senki nem látta előre. De ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, persze harcosok voltunk, meg vagyunk, de ebben a mai világban nem mi vagyunk a béke utolsó követei.
Nem mi akarunk nyugalmat, nem mi akarunk rendet, nem mi akarunk békességet. Legyen szó bármelyik szegmenséről az életünknek. És olyan furcsa, éppen most olvastam nemrég, ha már így közeledik, úgyis a karácsony. Egy hosszú összeállítás volt a Mandinerem. A nyugaton mivé válik a Mikulás meg a karácsony. És vagy egyszerűen az elmebetegségig elvitt és eltorzított liberalizmus, akár a muszlimoknak való kényszeres megfelelési vágy, vagy a kettő ötvözete, de hogy fosztják meg a keresztény ünnepeket minden hagyományától, gyökerétől és keresztény létezésétől. És akkor olvastam, hogy itt hogy hívják, ott hogy hívják, már nincs karácsony, már nincs Mikulás, már mindenféle neveket adnak. És nem tudott nem eszembe jutni, hogy Jézus, már ebben én már éltem. Hát amikor 69-ben elmentem első általános iskolába, akkor az általános iskolában 69-ben fenyő ünnep volt, és nem volt szabad azt mondani, hogy karácsony. És télapó volt a Mikulás. És akkor hazamentem, és otthon elmagyarázták a nagyszüleim, meg a szüleim, hogy kisfiam, ez Mikulás, ez karácsony, ez itthon így van. Ha kimész, akkor mondd ezt. Én ebben már éltem. De ki? Nekem nem szóltak, hogy el fog telni 50 év, és ugyanitt fogok tartani. Ugye a Fideszt is, és ön, tehát ugye nagyon sokszor mondjuk öntől is idéznek régi írásokat, vagy a Fidesztől, Orbán Viktortól idéznek régi mondatokat. És akkor azt mondják, hogy mekkora párfordulás történt, mert hogy mást mondtak a 90-es években, mást a 2000-es években, és mást most. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy önök változtak, vagy a világ változott? Szerintem is. Ugye viszonylag könnyű ilyen. Nem például cizelláltabb lett? Igyekszem, már nem hiszem. Szokták ilyenkor a magamfajták, de ez ilyen kicsit ilyen takarózás, bár van benne igazság. Ilyenkor olyan Churchill, aki 20 évesen nem liberális, annak nincsen szíve. És aki, tudom én, 50 évesen nem konzervatív, annak nincsen esze. De ezt ön például megtapasztalta saját magát? Persze. Ki nem volt liberális? Hát nem úgy indult? Meg amúgy mi a fenék lettünk volna. Hát egy kommunizmusba felnőve, mi volt az alternatíva? És egyébként, amikor önök voltak liberálisok, akkor nem is tartalmaztak nyomokban sem konzervativizmust? De. És ráadásul ez a liberalizmus köszönő viszonyban nincs azzal a liberalizmussal. Hát nézzük meg magát a liberalizmus történetét, ha megnézzük. Édes drága jó Istenem. A liberalizmus a polgári forradalmak nagy megalapozó ideológiája. Kéz a kézben jár a nacionalizmussal, hiszen a liberalizmus a nacionalizmussal együtt teremti meg a feudális univerzalizmus helyet. Bár ezt már ilyen tézis-antitézis-szerűen hát használják. Persze, ezek egy. A liberalizmus maga volt a polgári nemzetállam megteremtő tődésének az ideológiája. Mi köze van a mai liberalizmusnak ehhez? Hagyj kérdezzem meg a kötelező tisztelettel. Amikor mi liberálisok voltunk, mondjuk a 80-as, 90-es években, akkor a liberalizmus nem arról szólt, hogy én gyereket szeretnék szülni, és egyébként a kutyajelmezbe a berlini főpályaudvaron nem álmokat mondok, hanem a rögvalóságot, kiülök a főpályaudvarra, és azt hugatom és vonyítom szószoros értelemben, hogy az én jogaimat, mert én kutya szeretnék lenni, és ezt tessék tiszteletbe tartani. Ez volt a liberalizmus? Nem. Ma ezt ennek hívják, de hogy ez micsoda, én azt meg nem mondom. Hát, és ebből következik, amikor mi úgymond liberálisok voltunk, mi akkor is mélységesen konzervatívok voltunk. Én liberális 20 éves fejemmel nekem nem jutott eszembe soha liberálisként, hogy nekem ne legyen hazám, nekem nincsenek gyökereim, hogy a családom az nem a apám, az anyám, meg a gyerekeim, és majd az én saját családom is ebből fog állni. Nem jutott eszembe semmi abból a rettenetes
eltorzult szörnyűségből, amit ma egyébként liberalizmusnak, meg woke-nak, meg cancel culture-nek neveznek. Ez valami más. És én ehhez nekem semmi közöm. És amikor ott kezdetben liberálisok voltak, azok egyébként megfogalmazták azt, hogy csináljunk egy pártot, ami liberális. Hát egyáltalán elhangzott ez a szó, hogy liberális, vagy csináltak egy pártot, meg volt egy ügy, amiben tény szerveződött. Ez nagyon jó, hogy kérdezi, mert most, hogy így mondja, így nagyjából akár a 88. március 30-ai éjszakát idézem fel, amikor 37-en végül is valamikor hajnali kettőkor megalapítottuk a Fideszt így de facto. Hát csak minden elhangzott ott, de az, hogy liberális, az semmi. Te, nem, az a, te Viktor, leszünk liberálisok? Vagy? Nem, ez ilyen, semmilyen nem hangzott el. Ott mindössze annyi hangzott el, hogy csináljunk egy alternatív ifjúsági szervezetet a KISZ-szel szembe, aztán majd meglátjuk, mi lesz. És Szájer József, a legnagyobb tudású, aki valaha volt közöttünk, gyönyörűen le is vezette az akkor érvényes alkotmányba, hogy nekünk ehhez jogunk van. Hát aztán persze lett, ami lett. Tehát még egyszer mondom, sok minden így elhangzott, de az, hogy liberális, az nem nagyon. Aztán később már ez már a rendszerváltás ideje, meg az első évek, amikor mi mélységesen hittünk például a liberális kapitalizmusban, a szabad piacgazdaságban, akkor persze ezek a tételmondatok így bekerültek programokba, de például az SZDSZ-szel, ami ugye a liberálisok gőzhajója volt ebben az országban, és mi az ő köpönyegükből bújtunk ki, mert egyébként mi a fenéből bújtunk volna ki főiskolásokként, egyetemistánként 80-as évek közepét, tehát ezeket az embereket faltuk. Hát a beszélő, mint szamizdat volt a betevő kenyerünk, ha egy György Péter meg egy Kornis Mihály jött hozzánk vendégelőadást tartani, akkor a csilláron is lógtunk, és azt gondoltuk, hogy úristen, hát itt vannak a mogulok, az istenek, a megváltók. Hm. És közben meg persze, akkor jött az MDF, akkor röhögtünk, hogy na, ezek a kis avit, porszagú. Akkor nem a népnemzeti írók voltak az írók? Igen, de például már ez is egy nagyon érdekes törésvonal, már a hajnal hajnalán. Nekem Németh László és Szabó Dezső mindig is. Nyírő József. Hát az Isten szép szerelmére. Én úgy nőttem föl, hogy a Stelázsin, ahogy a drága nagyanyám mondta, erdélyi szépműves cég Halina kötésben ott sorakoztak a nyírők. És az Úsz Bence, a drága négy elemit végzett nagymamám, mondta, hogy kisfiam, hát azért az Úsz Bencét el kell olvasni. Mondta ezt egyébként Tóth asszonyként. Tehát nem volt, ez nem volt kérdés, hogy Németh László Kisebbségben című tanulmánya az egy csoda. Az nem volt kérdés, hogy a népi írók, a falujárók, az a szociológiai munka, amit elvégeztek ők. Az egész Németh Lászlói életmű, Szabó Dezső elsodort faluja, amelyeként be volt tiltva értelemszerűen, ezek hozzátartoztak a mi mindennapi életünkhöz. És amikor már, mondjuk már bokáig jártunk a rendszerváltásba, és elkezdték nekem pampogni, hogy hát ez európér ember, hát nem olvas nyírőt, hát nyíró egy náci, Németh László, minimum gyanús, aztán Vas Albertről pedig már, ez már aztán mindennek a teteje. Szóval itt már rögtön volt egy diszonancia, ami lehet, hogy egyszer családi vonalról jön, de mi nagyjából mi mind ilyenek voltunk. Ugye pont ezt akartam kérdezni, akkor nem csak ön volt ilyen, hanem mások is, mert hogy ugye, ha mondjuk ott akkor Lukács György és tanítványa, tehát hogy akkor ez azt jelenti, hogy a Fidesz egyszerre merített a családi hagyományok révén mondjuk Németh Lászlóból, Vas Albertből, Nyírőből és társaiból, és egyszerre hallgatta Lukács György és tanítványainak előadását. Így, ahogy mondod, és soha nem gondoltuk, hogy ez egyébként egy végzetes ellentét. Mit is mondott Orbán Viktor valamikor rendszerváltás hajnalán? A mi polcunkon pont megfér egymással Tina Turner, és nem tudom, ki volt a másik, aki mondta, mindegy, de hát
hogy mi nem akarunk népi urbánus ellentétben gondolkodni. Hát hiszen az volt a mi illúziónk, hogy mi vagyunk az a generáció, amelyik majd a népi urbánus ellentétet meghaladja, hiszen mi mind a kettőt képviseljük. De ezt nem hagyták nekünk. Nem engedték. Nekem Kornis Mihály telefonba üvöltve elmondta, meg is írtam. Vedd tudomásul. Nincs olyan, hogy te a népi urbánus, és aztán ő le is fordította, hogy a zsidó, meg a nem tudom milyen náci ellentétben te nem foglalsz állást. És hogyha nem a mi oldalunkon foglalsz állást, üvöltötte a telefonba, akkor te is náci vagy. És akkor én letettem a telefont, és azt mondtam, hogy jó, megértettem, köszönöm, én már pedig... De akkor ő nem tartja magát nácival. Nem, de hát ez teljesen mihet. Egyébként ki... Persze, hát ebben az országban, még egyszer mondom, itt 50 éven keresztül náci volt Nyírő, náci volt Asalbert, náci volt Szabó Dezső, és félnácinak számított Németh László. Nagyon elit lukácsista körökben azért Németh Lászlótól illet írtózni, különösképpen a Kisebbségben című tanulmánya miatt. Itt mindenki náci, akire ők azt mondják, de ez engem nagyjából 25 éve nem érdekel. Viszont akkor még egy pillanatra a lukácsista körnél, hogyha ők is hatottak, hogy azért annak volt egy eleve mélyebb marxista irányú vonala, mennyire hatott a Fideszre a marxizmus? Ezt nem tudom, hogy másokra, ránk sem ennyire, ugyanis mi ezt nem... Ma már a mai eszemmel pontosan látom, hogy bújik, nem bújik, dörömből a tetején a marxizmus, ennek az egész szellemi körnek. De amikor egy Kornis vagy egy György Péter mondjuk nekünk vendégelőadóként előadott valamit az ELTE-n, hát az sok mindenről szól, de a marxizmusról nem. Kis János tanulmányai a korai beszélőben azok sok mindenről szóltak nekünk, de a marxizmusról nem. Ez lehet, hogy a mi vakságunk. De ezek az emberek úgy léptek föl, mint a kommunizmus legkérlelhetetlenebb, legbőszebb ellenség. Vagy itt az antikommunizmus volt akkor? Hát az, hát ők voltak, sőt, és mi el is hittük, hogy az MDF, ezek a nagy öreg népi mogulok, ezek azok, akik lepaktáltak már rég a Komcsikkal, ezek ilyen műmájerek, itt vannak az igazi forradalmárok. Gondoltuk mi az SZDSZ-ről egészen 93-ig. Amikor megpróbálták velünk elhitetni, hogy most lesz a szép új világ, mert most majd összefogunk az MSZP-vel, és akkor majd együtt leváltjuk az MDF-et. Ez volt a törés, ez volt politikai értelemben, ez volt az eredendő bűnünk, hogy akkor mi azt mondtuk erre a demokratikus kartára, hogy gyerekek, elment a ti eszetek, hogy tényleg én a Bereczi Ámossal fogok együtt tüntetni Antal József ellen, hogy mindenki hülye. Ezt azóta se bocsátják meg, de mi meg ott születtünk meg igazán. Ott mennyire, ugye ez többek között az az időszak volt, amikor a Fidesz, ugye nagyon sokan párhuzamosan voltak a Fidesz és az SZDSZ tagja is, és ott azért sok minden külön vált egymástól, de így Fidesz alapítók részéről a Fidesz belső magja az tekintetében mennyire volt egyértelmű az, hogy már pedig ezek a dolgok nem férnek bele? Nagyon hamar megtörtént a kenyértörés. Már 90-es évek közepén, aki a lukácsista iskolát választotta, a Hegedű, Szelényi, Zsuzsa, mind el is mentek. Itt az egy fekete bárány, vagy különleges példány ebből a körből, Fodor Gabi, akivel a mai napig jóba vagyok, ő egy liberális ember. De akkor ő nem a lukácsista alapon. Ő aztán nagyon nem. Ő egy vidéki, gyöngyösi, jogász, antikommunista famíliából jött, eleve gyanús ennél a nagyon lukácsista körnél, már eleve gyanús, hogyha te vidéki vagy. És a Gáborral, igen, egy csomó mindenben nyilván másképp látjuk a világot, de a Gáborral ők a mai napig beszélgetek, jól érezzük magunkat, együtt tudunk vigyorogni, nincs semmi probléma. De hát ő nem is az. Már akkor ő kenyértörésre vitte a dolgot Orbánnal, de hol van ő mondjuk egy Hegedűshöz, vagy egy Szelényi Zsuzsához képest? Hát utálják is érte, hát ő is áruló már, pedig az SZDSZ kormány minisztere volt.
Ugye nagyon érdekes, hogy én, aki vidéki fiú vagyok, és csak vidékről néztem nagyon sokáig Budapestet, hogy sokszor olyan viták zajlottak, amit én a vidéki fejemmel nem is értettem. Pont milyen, ez a kikinek a... Milyen jó volt neked. Kikinek a kie, és hogy félszavakon, meg kifejezéseken vitatkoztak, de hogy látom, hogy itt Budapesten ez egy identitásképző erő értelmiségi körökben, hogy ki hova tartozik. Abszolút. És viszont a Fidesznél, és főleg úgy, hogy most már ugye néppárt a Fidesz, mintha ezek a fajta ideológiai kérdések egyre inkább háttérbe szorulnának. Ami egyfelől lehet, hogy jó, másfelől meg gyakran éri az a kritika a Fideszt, hogy már nincsen szellemi holdudvar, meg nincsenek ilyen ideológiai alapok. Szerintem ez nincs így, és ez most nem csak mint a Fidesz alapító, meg hogy is szokták mondani, én vagyok az Orbán csavos kutyája, meg a, és a többi, és a többi. Csak ezért mondom, hanem egész egyszerűen azért mondom, mert ez nem igaz. És akkor visszatérünk a nem tudom hány perccel ezelőtti mondatainkhoz. Ha én a mai eszemmel belegondolok, a 80-as évek végi, 90-es évek elejé magamba, akkor azt kell mondjam, hogy én sokkal kevesebbet változtam. És sokkal többet változott a világ, mint ahogy ez kívülről látszik. És ahogy ezt meg is próbálják egyébként kívülről láttatni. És hogyha valaki veszi a fáradtságot, senki sem veszi, jelen időbe zárva él a mai világ, többek között azért tart itt, ahol tart, mert sem múltja, se jövője nincsen. De ha valaki venné a fáradtságot, vagy úgy komolyan végigelemezze, hogy mikről beszélt Orbán 90-es években, 2000-es mikről ma, a legfontosabb alapokat tekintve nem nagyon fog nagy töréseket látni. Persze, ez az egy, amit mindig előhúznak, mint a jolat a kalapból, hogy mert az Orbán azt mondta a parlamentbe, bekiabált, hogy térdre imához, amikor a fene tudja, miről volt szó. Igen, persze. És. Hát egyébként, ha valaki 20 évesen, pont ugyanolyan, mint 60 évesen, ott valami nagyon nagy baj van. Ott valami óriási baj van. És hogyha megnéznénk mondjuk, hogy Gyurcsánytól miért nem kérdezik meg soha, hogy miket mondott a 80-as években, meg a 90-es években. Egyébként ismerte a KISZ korszakban Gyurcsányt? Akkor ismertem meg, akkor is csak képernyőről, amikor miniszterelnök. Semmit nem tudtam volna, csak azt tudtuk, hogy ő. És egyébként Viktor az egyik 90-es évek elején még kiszít, lehet, hogy még ez a 80-as évek végén, mert még volt KISZ. És akkor azt mondta, hogy itt a Gyurcsányra kell odafigyelni. KISZ fűrerek közül egy van, akire oda kell figyelni, az a Gyurcsány. Tessék, ebben is igaza lett. Igen. Ugye, ami ha már így a térdre csukásoknál tartunk, ami az ön életében egy érdekes dolog, és erről nyilatkozott néhány hónappal ezelőtt, az az, hogy katolizált. Ami azért tényleg egy elég mély fordulat az ön életében. Mi ennek az oka? Az én vallásosságom az kicsi gyerekkoromtól magától értetődő, ellenben ez elég nagy ellentétben áll a felekezeti hovatartozással. Az én vallásosságom fő irányítója, vagy mozgatórugója, hogy ilyen bután fejezzem ki magam, az én imádva szeretett nagymamám volt. Nagymamám egy tót asszony, aki evangélikusnak lett keresztelve, és amikor én pici gyerek voltam, és a szüleimnek még nem is volt saját lakása, én rengeteg időt töltöttem náluk. És az, hogy este lefekvéskor a mai mama ott ül az ágyam szélén, és akkor összekulcsolja a kezeimet, és mondja, hogy a kis kezünket összekulcsoljuk, és akkor mondjuk el az esti imát. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Ebédkor kisfiam a kis kezeinket összekulcsoljuk, és akkor mondjuk el, édes Jézus, légy vendég. Aki ebben nő fel,
és akinek egyébként van családja, és annak hagyományai és kötődései, az ezt nem nagyon felejti. Ugyanakkor a nagyanyámon kívül a mi családunkban az ég egy adta világa mindenki katolikus. Anyám ágán van református is, de apám ágán itt mindenki katolikus. De mivel édesapám még négyen voltak testvérek, apám volt az egyetlen fiú, három lány testvérrel, és mivel én voltam az első unoka. Tehát a nagyszüleimnek ugye az egyetlen fiúk első fiú unokája, az egy ilyen kitüntetett szerep. És ez mindig így is volt, amíg például a nagymamám élt. És akkor végül is az volt a díl, hogy hát az első unoka mondta nagyanyával maga kis szelít hangján, hogy hagyd legyen már evangélikus, akkor így lettem én evangélikus. Engem mindig is a katolicizmus vonzott. És ez még akkor is, azokban az időkben is igaz volt, amikor egyébként mondjuk ilyen 14-15 éves, amikor az ember először elkezd minden ellen lázadni, ugye az egész világ ellen. És akkor jött még a vallás elleni lázadás, és akkor ez engem nem érdekel. Volt éppen Isten elleni lázadás, vagy inkább a vallás? Isten vallás elleni, és akkor én talán egyszer próbáltam ilyen docosan egy vasárnap ebédnél, hogy én nem imádkozom. A apám úgy nézett rám, hogy jobbnak láttam visszavonulót fújni. De mindegy, de a katolicizmus iránti vonzódás az mindig sokkal erősebb volt bennem, de hát az föl sem merült bennem, hogy amíg a nagymamám él, addig én ezt megtegyem. Sáll Istennek 98 évig élt, tehát én már aztán tényleg felnőtt fejjel családos férfiként, miután ő elment, akkor határoztam el magam erre a lépésre. Más lett? Más így? Hát nekem szebb és felemelőbb egy katolikus misé, mint egy protestáns istentisztelet. És ez nem jelenti azt, hogy egyébként egy protestáns istentiszteletben nem tudok teljesen feloldódni. És nyilván egyébként ez lelkipásztor és pap kérdése. Alsó őrsön, ahol van a gyaraló, tőlünk 100 méterre van a református templom, és van szerencsém ismerni az alsóörsi református tiszteletes urat. Nagyon szívesen ülök be katolikusként időnként az ő Isten tiszteletére, hogyha éppen rohadás van, és a kóda, vagy oda tudok csak felszaladni. Ilyen értelemben nincs nekem ezzel problémám, de mondjuk a karácsonyi éjféli mise, ahhoz fogható nincs. Akkor most egy huszárvágással áttérnénk geopolitikára, mert hogy ezen a csatornán általában arról szoktunk beszélni, és ugye ez egy izgalmas hét, hiszen Brüsszelben lesz egy Európai Uniós csúcs, ahol többek között Ukrajnának az Európai Uniós tagságával kapcsolatban vannak itt mindenféle viták, amelyben úgy tűnik, hogy a magyar miniszterelnök kulcs szereplő lehet. Beszélgettek önök személyesen Ukrajnáról? Ukrajnáról nem. Meg amúgy is ez egy ilyen mítosz, hogy mi rengeteget beszélgetünk, hát mire van ideje a miniszterelnöknek, semmire szegénynek. Mondjuk mi egy évben háromszor, négyszer. Akkor is kamerák előtt. Legfeljebb ötször. Háromszor, négyszer, ötször beszélgetünk, mondjuk négy szem közt csak úgy, és akkor kamerák előtt mondjuk ugyanennyiszer. Tehát Ukrajnáról nem, de nyilván senkit sem fogok meglepni, hogyha elárulom a nagy titkot, hogy pontosan úgy látom ezt az egész kérdést, és megkockáztatom, minden normális ember így látja, és megkockáztatom, nyugaton a társadalmak döntő többsége is így látja, és erről már egy felmérés is bizonyságot tesz. Miért is kell fölvenni Ukrajnát az Európai Unióban nagy hirtelen? Meg tudja ezt valaki nekem racionálisan magyarázni? Egy háborúban álló olyan országot, ahol az állami igazgatás és az állam már gyakorlatilag a háború előtt sem működött. Ahol égig ér a korrupció, ahol kiskirályok, oligarchák, élet-halál urai, ahol különböző klánok intézik az ország ügyeit.
ahol most ráadásul háború van, ahol még azt sem tudjuk, hogy egyébként Ukrajna mekkora és mekkora lesz. Miért is kell fölvenni egy olyan országot, amelyik a porba gyalázta az összes területén élő kisebbség jogait? Én aztán szívesen kimerészkedek a égő tarlóra, meg a forró krumplit is eldobálgatom itt a saját tenyerembe egy darabig. Azért Oroszország nem jó kedvébe támadta meg Ukrajnát. Rá lehet ezt az egészet lőcsölni Putyinra. És hozzáteszem, hát minimum elfogadhatatlan is, hogy támadást indított. Na de mit is műveltek az ukránok itt az orosz kisebbséggel 10 éven keresztül? A szó legszorosabb értelme pogromokat hajtottak végre. Oroszokat gyilkoltak Donbászban, meg a Donyeckben. Miért is gondolták, hogy ez büntetlenül megtehetik? Hát nézzem már meg mindenki, Nyikita Mihalkovnak a dokumentumfilmjét, ami erről szól, hogy mit műveltek az oroszokkal Ukrajnába. És Nyikita Mihalkovról aztán sok mindent el lehet mondani, de azért ő megcsinálta a legsötétebb kommunizmusban az etüdök gépzongorára, aztán megcsinálta a világ egyik legjobb filmjét, a szibériai borbét. Egy világ ünnepelte, mint szabadsághőst. Most le lehet Putyin bérencezni. Ettől még az a dokumentumfilm meg van csinálva. Bárki megnézheti a YouTube-on. Tehát amit az ukránok műveltek az oroszokkal, mondjuk ennek az 1%-áért az Amerikai Egyesült Államok már indított nem egy támadást országok ellen. Ezt szeretném hangsúlyozni. És most itt állunk, és hirtelen Ukrajna, mint valami, mint a De La Croix festményen a szabadság vezeti a népet, ő a fedetlen keblű nő alak, a bűntelen, a szeplőtel, Immaculata Ukrajna, akivel most mi elkezdjük a tárgyalásokat, és lehetőség szerint vegyük már föl őket a jövő héten is. Romba döntve egyébként azonnal az Európai Unió gazdaságát, mezőgazdaságát, az összes kohéziós felzárkóztatási pénzek majd egy az egybe elmennek Ukrajnának, mert nem marad senkinek, majd mi is nettó befizetők leszünk, meg a románok, meg a bulgárok. Mi van? És erről egyébként ki kérdezett meg kicsodát? De nem azért kell felvenni Ukrajnát az Európai Unióba, hogy ezáltal majd megszűnik a korrupció, ezáltal be lehet tartatni velük a kisebbségekkel való bánásmódjukat, és a többi, és a többi. Ó, beszép lenne, ha ez így lenne. Szerintem tudja, miért kell fölvenni Ukrajnát? Azért, mert az Egyesült Államok így döntött. És azért, mert ma Brüsszelben a döntéshozók nagy része az Egyesült Államok fizetett Európa árulója, vagy effektív CIA ügynök. Ezért kell fölvenni Ukrajnát. Azért kell fölvenni Ukrajnát, hogy az ukrán mezőgazdaság, amelynek már a 70%-a amerikai magántőke kezében van, az eláraszthassa az európai piacot frankó GMO-s mezőgazdasági termékekkel. Ezért kell fölvenni. De nem lehet, hogyha fölvennék például Ukrajnát az Európai Unióba, akkor a GMO-s termékek nem jöhetnének, mert hogy akkor már Európai Unió szabályok fognak. Emlékezzen szavamra. Remélem, hogy nem lesz ebből semmi, de ha ez így lenne, mégis, akkor emlékezzen szavamra. Ha fölvennék Ukrajnát az Európai Unióba, fél éven belül Brüsszel úgy döntene, hogy el kell törölni ezt a GMO tilalmat, ez olyan hülyeség, hát most miért ne? Miért ne? Hogy Amerikában például nincs GMO tilalom, és hát Európában is csak a nagy felháborodás miatt indult el ez. Ugye most volt a Argentinában a miniszterelnök, és ott váratlanul összetalálkozott Zelenszkivel, amiről kikerültek ilyen videók, hogy így a falnak szorítva, Zelenszky szorított a falnak a magyar miniszterelnököt, és akkor magyarázott neki. Ugye közben látjuk azt, hogy van egy nemzeti konzultációs kérdés, hogy legyen-e most a Ukrajna Európai Uniós tag, és nyilván azért, amikor ilyen kérdésekben nagyjából borítékolható a társadalom véleménye, hát nagy valószínűsége az lesz, hogy nem kellene, akkor elképzelhetőnek tartja azt, hogy a most csütörtök pénteki EU csúcson tényleg Magyarország fogja megvétózni azt, hogy egyetlen menetlevelet kapjon Ukrajna az Európai Unióba? Szerintem a magyar miniszterelnök eltökélt ebben a kérdésben, és ugye válaszom igen. És úgy, hogy közben meg ezerrel harcolunk a nekünk járó Európai Uniós forrásokért, ez nem jelenthet hátrányt, és nem jelenthet újabb bevételkiesést? De jelenthet, de azért néhány dolgot döntsük el.
először is szögezzük le. Az uniós pénzek eddig se jöttek, és inkább arra fogadnék, hogy eztán se fog. Mert Navracsis és Tibor most nagyon optimista. Drága Navracsis Tibor egy éve rettenetesen optimista. Mindig van egy új időpont, és aztán mindig történik, ami történik. Tehát az első premisszám az, hogy az uniós pénzek azok nem fognak jönni. Szerintem már nem is nagyon vannak meg, mert már rég elmentek Ukrajnába. Kettő. Azt így döntsük el, hogy egyébként pénzért cserébe hajlandók-e vagyunk az ég egyet a világon minden elvünket feladni. Ez egy eldöntendő kérdés. De nekünk rossz lenne, ha Ukrajna Európai Uniós tag lenne? Hát több, mint rossz. Hát még egyszer mondom. Ukrajna uniós tagságának két azonnali következménye egészen biztosan lenne. Az egyik az, hogy a kohéziós pénzek odaítélésének meghatározott sztenderdjeit, azt mindjárt le kellene vinni annyival, hogy már senki más, csak Ukrajna kapna a kohéziós forrásokat. De ez nem rajtunk múlik, hogy hova visszük le ezeket a... Eddig mi volt rajtunk? Mi múlt rajtunk egyébként? Ezt majd Brüsszel eldönteni. És ugyanilyen ellentmondás nem tűrő hangon ellenne magyarázva, hogy hát nem igaz, hogy nem látjátok, hogy ez a frankó. Újjá kell építeni. Mi? Hát ott van egy rommá lőtt, nem működő, semmilyen szinten nem működő ország, amit még egyszer mondom, tehát már eleve innen indulva miért is vesszük föl? Hát mit kellett kecsölni mondjuk a közép-európai országoknak a rendszerváltás után? 14, 13, 15 éveket, hogy a fényességes Brüsszel azt mondja, hogy jó van, akkor jöhettek. Ukrajnát meg a szétbombázott, szétlőtt, nem működő Ukrajnát meg fölvesszük most jövő héten. Hogy is van ez? A Nyugat-Balkánt szivatjuk nem tudom hány éve, ígérgetünk mindent. Most tényleg Szerbia meg Ukrajna az pariba van egymással? Hogy csak egy példát hozzak. Törökországot hitegetjük 30 éve. Van, ami nem is akarnak, mert csak... Törökországot addig hitegetjük, miköszönik szépen, meg vannak remekül nélkülünk, zárójel bezárva. Szóval ez lenne az első következménye, a másik meg most de egyébként tök mindegy, hogy GMO-s vagy nem GMO-s, vagy a európai sztenderdeknek megfelelő növényvédőszerek, vagy nem. Azt lehet, hogy az Unió azt mondja Ukrajnának, hogy akkor ti most már ezt akkor nem használhatjátok. Azt ebből vagy lenne valami, vagy nem. Ez megint egy más kérdés, mert még egyszer mondom, ott a mezőgazdaságot az Egyesült Államok csinálja. De ha minden tökéletes lenne, és se GMO, se unióba betiltott növényvédőszer, se semmi. És az a dömping, ami a világ legjobb minőségű és legnagyobb területű termőföldjéről előzönlené szabadon az európai piacot. Hát hagyj kérdezem már meg a kötelező tisztelettel. Mi lenne a magyar, a lengyel, az olasz, meg a francia mezőgazdasággal? Ezt valaki végig gondolta? És mondjuk az olasz meg a franciát most félig ki is veszem a képletből, mert szerintem Ukrajnában mondjuk a gyümölcskertészet és a szőlőtermesztés az nem olyan nagy volumenű. De mi lenne a szántóföldi növény termesztő országokkal? És akkor hagyjuk is magunkat. Ön szerint a lengyel gazdák, akik már most nem engednek be egy nyomorult ukrán kamiont se, és 30 kilométeres sorok állnak a lengyel-ukrán határon. Ha egyszer azt mondanák nekik, hogy ja, hát mostantól 100 millió tonnájával jön az ukrán gabona, ti meg akasszátok föl magatokat. Ők ezt meddig tűrnék el? Ugye néhány hónappal ezelőtt voltam Erdélyben, ahol elmondták az ottani gazdák, hogy nekik is ez komoly gondot persze okoz, mert hogy megveszik ilyen-olyan papírozással a gazdák, betárolják, már azzal egy csomót nyernek, hogyha betárolják, és hát gyakorlatilag szétzilált a teljes... Így van, így van, és ezt megcsinálták Magyarországon, és most megyünk utána, minden kamion, amit beengedünk, azt végig nyomkövetővel kísérjük, hogy elhagyja az országot, és a többi, és a többi. De ha Ukrajna uniós tagállam lesz, lenne, akkor mit csinálnak? Ugye erre mondják a legtöbben, hogy valójában nem holnap lenne, bár Ursula von der Leyen úgy tűnik, mintha holnap megadná, Charles Michel ennél egy kicsit, mint hogyha
jövőbe látóbb lenne, ő a 2030-as, 40-es évekre teszik. Ugye itt merül fel az a kérdés, hogy nem lehet, tehát hogy mintha lenne egyfajta ilyen mellébeszélés, tehát hogy miért nem lehet kimondani azt, hogy holnap biztos, hogy nem lehettek azok. Egyébként meg ha ezeket a feltételeket teljesítitek, akkor 10-20 év múlva igen. Mert hogy ennél én nem látom, hogy ezzel a második verzióval mi lehet a probléma. Mellébeszélés. Azt hiszem kimondta a kulcsszót. Mellébeszélés és hazudozás. Hogy hívjam fel a figyelmet e helyt is. A bővítés kapcsán az illetékes uniós biztos, aki valamikor nyár végén letett Brüsszel asztalra egy hosszú tanulmányt. Mandiner lehozta, el lehet olvasni. Ahol leírja, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez Ukrajnának szabott 7 pontból írja az illetékes biztos. Ukrajna 3 pontból valamit csinál, de negyedét se, 4-ből meg semmit. Ez egy hivatalos Brüsszel, az illetékes elvtárs brüsszeli okirata. Ezt leteszik az asztalra, majd jön Ursula von der Leyen egy hónap múlva, és öröm teljes arccal bejelenti a mikrofonba, hogy lám Ukrajna, még háborús körülmények között is, ő mindent teljesített. Hát valaki hazudik, ugye? És én tartok tőle, hogy Ursula néni hazudik. Hát akkor miről beszélünk? Miközben hazudnak. Nekünk meg vannak ezek a menetlevelek, vagy nem tudom, minek hívják. Mérföldkövek, szupermérföldkövek. Ugye? Ugyanaz az uniós biztos, az illetékes elvtárs leírta már nyáron, hogy az igazságügyi reformmal Magyarország az ég egyadt a világon mindent teljesített. El van írva, ezt is el lehet olvasni. Na meglátjuk, hogy a héten majd ebben. Majd jöttek, és akkor kitalálták, hogy ilyet, igen, igen, de most meg kéne nézni, hogy most akkor az országos bírói tanácsnak hány négyzetméter irodája van. Ja, értjük. Egy kicsit még beszéljünk így összességében a világról, hiszen Ukrajna csak egy része. Aztán pont azon gondolkodtam, hogy ugye elindult a koronavírus járvány, aztán jött Ukrajna, és amikor azt hittük, hogy jó, akkor most már azért ott mondjuk így befagy a konfliktus, akkor jött Gáza. Ezzel együtt amerikai elnök választások lesznek, Európai Uniós választások is lesznek, és akkor itt merül fel megint az a kérdés, hogy milyen irányba halad ön szerint a világ, meg hogy mik vajon a célok, és ezekbe hogyan illeszkednek bele az egyes geopolitikai szereplők. Igen, te a beszélgetés végére visszakanyarodtunk az elejére. A világ rettenetes irányba megy, szerintem. És nem, hogy Fukuyama igazságát látnánk, hanem sajnos pont a másik végletet, a civilizációk harcának igazságát látjuk. Nem jött el a történelem vége? Nem jött el a történelem vége, hanem szügyikázolunk a legszörnyebb történelemben, és az izgalmas időkben. Minden hullik szét. És szerintem az Európai Unió épp úgy széthulló félben van, és nem pusztán miattunk, sőt nem elsősorban miattunk fog széthullani. Széthullóban van maga az Egyesült Államok. Szerintem az Egyesült Államok társadalmát már csak a jó Isten tartja egybe, és borotva élen táncolnak a polgárháború szélén, hogyha az én véleményem bármit is számít ez ügyben. Széthullóban van az Egyesült Államok megkérdőjelezhetetlen világbirodalmi primátusa. Ennek következménye sok minden. Széthullóban van a törékeny és talán igazából sosem létezett közel-keleti status quo. Ezen belül széthullóban van az a szintén megkérdőjelezhetetlennek hit politikai irányvonal, mely szerint a liberális mainstream nyugat Izrael feltétlen támogatója és Izrael létezését soha nem kérdőjelezi meg. Mára ugyanez a mainstream nyugat, és ezen belül ez a neomarxista értelmiség, látjuk, hogy pont eljutott oda, megint, ahol a 50-es évek szovjet blokkja volt. Izraellel már csak diplomáciai kapcsolatot sem veszünk fel, mert az a gonosz birodalma és a arabokat kell támogatni. Egyébként semmi új nincs a nap alatt, csak cserélődnek a szerepük. Ugyanaz történik, csak mindig más mondja
amit eddig a másik mondott. Tehát ez is széthullóban van. Széthullóban van. Az egykor viszont igenis létezett és valóságos európai kultúra. Annak minden alapzata ez a keresztény kultúrára épülő felépítmény. Széthullóban vannak az európai nemzetállamok. Egy olyan népvándorlás zajlik a világban, ami eleve megkérdőjelezi, zárójelbe tesz mindent, amit eddig gondoltunk, hogy majd örökké való és megkérdőjelezhetetlen. És akkor ül az ember kicsit riadtan, és azt mondja, hogy Babics Mihályt kell olvasgatni. A gazda bekeríti házát. Amiben az a halhatatlan, és ma egyre aktuálisabb sorban, hogy Savanyi ő a barbár, és azt mondja, hogy én vagyok az új. Te feleld, a régi jobb volt. Ennél jobbat nem tudok üzenni, és... Azt mondta, hogy széthullóban van, de ez egy kicsit olyan, mintha magát hullana szét, szóval, hogy ez magától hullik szét, vagy lövik, vagy ütik, vagy belülről marcangolja szét mind, magát. Ez valahogy szerintem mindig együtt jár. És ne tévedjünk, tehát az, ami személyes peksünk, hogy a mi életünkben történik mindez, de az emberiség történelmében nem mindig minden széthullott, és a romokon mindig épült valami új. Mi újdonság van ebben? Hát ha valaki lett volna ilyen mai értelemben vett világmédia, meg média, egy pillanatra képzeljük el, hogy mondjuk 420-ban, Rómában az Akropolis Herald munkatársa odalépett volna egy római polgárhoz egy mikrofonnal, hogy jó napot kívánok, mit szól ahhoz, hogy nagyjából 60 év múlva ez az egész szét fog hullani? Amit válaszolt volna az egyszeri római polgár, hát ugyan kire maga megbolondult, hát miért hullan a szét? Hát ez a világ egyetlen működő, létező birodalma. Mi vagyunk a birodalom, a kultúra, a civilizáció. Mi most már integráltuk az egész létező világot. Minden rendben. Most megyek a nagy arénába. Csodálatos ma. 12 keresztényt fognak fölfalni az oroszlánok. Hát mit akar maga, hogy itt széthullik minden? És széthullott minden. A római birodalom is széthullott, a nyugati birodalom is úgy tűnik, hogy szét fog hullani. És az a kérdés, ami számunkra megmaradt, szerintem egyetlen kérdésként, hogy ez a Közép-Európa meg tudja-e menteni azt az európai kultúrát és civilizációt, ahova egyébként mi mindig is vágyakoztunk, és oly sok évszázadon át kivoltunk onnan, vagy teljesen, vagy félig meddig rekesztve, meg tudjuk-e menteni, vagy nem? Leszünk-e mi az új Bizánc? Mert miközben a római birodalom széthullik, Bizánc 1000 évvel túléli. A keleti fele meg tud maradni, és ellen tud állni. Leszünk-e mi új Bizánc, vagy együtt múlunk el velük? Számomra csak ez a kérdés. És hát akkor... Hát tegyünk meg mindent azért, hogyha máshogy nem megy, akkor legyünk mi az új Bizánc. Na akkor az utolsó kérdés az Magyarország ebben a, Magyarország ebben a kérdésben, hogy ugye említette azt is, hogy az Európai Unió is széthullóban van, ezt ugye sokan aztán úgy fordítják le, hogy Magyarország ki akar lépni az Európai Unióból, amire a magyar miniszterelnök mindig ezt mondja, hogy egyáltalán nem, hanem belülről óhajtja megreformálni. Ugye látjuk azt, hogy Magyarországot éri kritika azzal kapcsolatban is, hogy a kelet el is próbál jó kapcsolatot építeni, miközben nyugat meg látjuk, hogy milyen állapotban van, de hogy látja, túl, tehát még hogyha recseg, ropog is minden, Magyarország önmagában túl tudja élni, mert ugye az is sokszor elhangzik, hogy Magyarország egy kicsi ország. Önmagában biztos nem tudunk túlélni semmit sem. Ugyanakkor miközben ezt a mondatot kimondom, eközben rögtön a másik agyféltekében feldereng 1100 évnyi magyar történelem. Ez a nemzet 1100 év alatt hányszor és mit élt túl? Mind 1100 év alatt mekkora erők
mozdultak meg újra és újra azért, hogy mi ne is legyünk. Mindegyiket túléltük. Hát akkor szerintem nem is abban kell gondolkodnunk, hogy mi ezt túlélhetjük-e, hanem csak abban, vagy hogy. Ha túléltük a német császárt, ha túl tudtuk élni az oszmán birodalmat, a tatárjárást, a Habsburgot, a Szovjetuniót, hát most pont ezeket nem fogjuk túlélni. Ez a baj végszó. Bajer Zsolt, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.